akadémikusnak választották. Na jó, akkor még egyszer kocintunk. Álljunk föl. Nem vagyok akkor. Már kocinthatunk? Életem végéig folyamatosan gratulálok. Igen. Na, hát akkor megtiszteltetés számomra, hogy anyát lehetek. Gratulálunk. Megtiszteltetés számomra, hogy bátyát lehet. Az én első olvasmányom, amikor megtanultam olvasni, Móricz Zsigmond árvácskája volt. Kész csoda, hogy túléltem. Hány évesen? 6. Mostanában jöttem arra rá, hogy ez sokkal nagyobb befolyással volt a későbbi életemre, mint ezt valaha is gondoltam volna. Az én számomra az irodalom, és hát ennyiben nem vagyok korszerű, hogy nem a szóval kezdődik, hanem az életanyaggal. Az én számomra mindig zavarba ejtő volt később is, hogy milyen keveset tudok az életről. És döbbenten látom, hogy mennyire nem zavar ez más írókat, még nagy írókat sem zavarja. Egy újpesti munkás családban születtem. És ennek a családnak a műveltsége, az ambíciói, azok nagyon-nagyon távol álltak attól a polgári vagy akár kispolgári rétegtől is, ami be azért hát az ember nagyon hamar belekerült a iskolákban. És hát nem szólva arról, hogy én nagyon jó tanuló lettem első perctől kezdve, és hát ebbe a családban ez nem volt szokás, hogy jó tanulók legyenek, úgyhogy nem nagyon tudták, hogy mit kell velem csinálni. Ráadásul félárva voltam, az édesapám meghalt, amikor másfél éves voltam, és anyám nagyon-nagyon fiatal volt, 19 évesen maradt özvegyen nagy gyerekkel. És hát úgy nevelődtem, a nagyanyámik viszont szintén fiatalok voltak, 40 évesek voltak, mintha az ő gyerekük lennék, és az anyámmal is szinte testvéri volt inkább a viszonyunk, nem az a klasszikus anya-gyermek viszony. És az édesapámról nem beszéltek, ennek több oka volt. Egyrészt, mint később megtudtam, az anyám valóban túl fiatalon ment férjhez, és nem igazán szerette, és az emlékét nem ápolta. Másrészt meg az édesapám rendőr volt, közlekedési rendőr, és ez 45 után nem volt nagyon szerencsés. Egy ilyen feszélyezettség volt bennem, hogy ha az édesapám élne, akkor én most egyéb származású lennék, és nem munkás származású lennék, és a munkás származásból nagyon sok előny származott, később különösen. A legjobb kép, amit nagyon szeretek, az ő kapcsolatukról. Ez olyanok mutatja édesapámat, ami ennek szerettem volna ismerni. Édesanyám magatartásán, zavarán látszik, hogy nem ő a kapcsolatban a szerelmes. Azért nem ápolja az édesapám emlékét, ő tulajdonképp megszabadult egy rossznak ígérkező házasságból. Hát akkor az elmélyítette bennem azokat az érzéseket, hogy hát nincs rám szükség a világon, hogy tulajdonképp egy
baleset, egy véletlen, hogy megszülettem. Teljesen egy elszigetelt világban éltem és olvastam a könyveimet. Aztán, amikor a nevelőapámat Győrbe helyezték, és oda kerültünk, hát akkor még magányosabb lettem, mert akkor még abból a csöpp kis gyerekvilágból is, vagy annak az újpesti háznak a mikrovilágából is ki kellett szakadnom, és ráadásul teljesen egyedül érkeztem meg az idegen városba, idegen lakásba, mert szeptember 1-én kezdődött az iskola, és az anyám meg a húgomat szülte Pesten. Ez a város a számomra mindig is a megközelíthetetlen idegenséget jelentették. Minden este sírtam, mert ráadásul olyan magasak a falak, és nagyok, és zártak a kapuk, hogy mindenhonnan ki vagyok zárva. És ebből a világból én akkor kétszeresen is úgy éreztem, hogy ki vagyok zárva, mert hát jövevény voltam Pestről, Budapestről, és ez is számított, meg hát az, hogy a nevelő apám rendőrtisztként került ide, és ez a város meg volt félemlítve, és nem szívesen barátkoztak velem a gyerekek az iskolában. Nem fűznek ide jó emlékek, én nem voltam boldog gyerek, korábban sem. Nincs mihez visszavágyodni, fiatalnak se voltam boldog, úgyhogy mindig az vigasztal az öregedésben, hogy legalább még egyszer nem kell fiatalnak lennem. De a fiatalságban még volt sok vigasz. A gyerekkorban nagyon kevés könyvek voltak a vigasz. Megállás nélkül olvastam mindent. Azért volt fontos 4 év, mert itt alakult ki az véglegesen az irodalomhoz való kötődésem. Itt kezdtem el ábrándozni arról, hogy író leszek. Itt írtam az első regényemet. Volt egy fiú, iskolatársam, aki minden magas helyre felmászott, és egyszer, amikor jöttem át a hídon, a híd tetejéről kiabálta le, amit szokott, hogy Pesti majom, Pesti majom. Mikuláskor korbáccsal megverték a fiúk a lányokat. És hát ez valami rettenetes félelem volt, de attól is, hogy rám se bagóznak, úgyhogy ez a női sor. De koedukált osztályok voltak, itt az van, hogy lányok, de koedukált osztályok voltak már akkor is. De 51-től jártam ide, 55-ig. Akkor 55. Azt tudjuk megkeresni, az már a 84-es, 67-es, 58, tehát ezek a legelső képek. Itt van az 55-ös tabló. De melyik vagyok én? De nem, ez vagyok én. Úgy van, ez vagyok én. Mégiscsak. 80-as években írtam egy novellát, aminek az a címe, hogy a hídmászás örökös bajnoka, és tulajdonképpen erről a 4 évről, amit itt töltöttem, mintha én akkor a 80-as évekbeli magammal tanárra lettem volna a 10-valahány éves gyereknek, aki az 50-es években itt Révfaluban élt. És a gyerek persze elbutítottan, vonalas, hívő, szovjet, mániás, a tanár pedig hát úgy gondolkodik már akkor,
mint én a 80-as években. Eléggé bizonytalanságban hagyom, hogy a gyerek szándékosan-e vagy véletlenül fecsegte el, amit a tanártól hallott, aki meg akarta menteni a lelkét. És akkor már ott is vagyunk 56-57-nél, amikor hát ezzel a gyerekarccal keveredtem bele a nagy politikába. Amiben egy történelem tanárom révén egy kicsit hát belekeveredtem. 57 február 1-ére egy sztrájkot hirdetünk, hogy beszüntették a hitoktatást az iskolákban. Én a Zugló környező középiskoláit körbeszaladtam a toborzással, és másnap valóban nem mentek be a gyerekek az iskolákba, hanem az osztályok a Városligetben, meg környező templomokban gyülekeztek. Mihelyt én is betettem a lábam az iskolába, azonnal lekapcsoltak, és hát akkor megkezdődött egy két éves tortúra, akkor már a történelemtanár le volt tartóztatva, kizártak Magyarország középiskoláiból. Én nem mertem megmondani otthon, hogy mi van. Úgyhogy én reggelenként elmentem otthonról, és egész nap csavarogtam. Egy darabig, egész odáig, amíg egyszer éjszaka jöttek értem, vagy késő este, és így a család is megtudta. Ez egy nagyon-nagyon vonalas gondolkodású család volt. Tulajdonképp mai napig is teljesen hűséges ahhoz a rendszerhez, amelyik uralkodó osztályát tette. Ők ezt halálkomolyan vették. Őnekik az, hogy egy szobakonyhás lakásból, ami Rákospalotán volt, és három család lakott benne egyszerre, 45-ig. És ezután kaptunk egy olyan lakást, amiben két szoba volt, és fürdőszoba is volt. És akkor már a nagyanyámék hálószobájában csak mi laktunk a anyámmal az ágylábánál a sezlonyon. Nagyon kétségbe estek, hogy én ellenforradalmár lettem. És otthon tulajdonképp kellemetlenebb kihallgatásokban volt részem, mint a rendőrségen. Az iskola igazgatóm fellebezett a döntés ellen, hivatkozva munkás származásomra, meg egyéb erényeimre, és kijelöltek egy másik gimnáziumot, a Varga Katalin gimnáziumot, ahol folytathattam a tanulást. És nagyon sok beszélgetést kellett hát így végigülnöm az igazgatói irodában, a nagyszünetben, meg tanítás után is. És ennek megvolt a dramaturgiája, úgyhogy negyedik fél évben kértem a felvételemet a KISZ-be. Mert ez olyan kínos volt, én ettől úgy szenvedtem, hogy nem is akartam róla tudni. És ettől én úgy meggyűlöltem ezt a rendszert, hogy én ilyen késő 56-osnak mondhatom magamat, mert én 56-ban még csak romantikából, meg 57-ben még csak romantikából akartam szabadságot, meg hogy menjenek el az oroszok, de az a mély harag és gyűlölet az ezután született bennem, ami aztán végigkísért.
ez az 57 utáni időszakban, amikor a családból kiszakadtam, és nagyon sok gondom volt a rendőrséggel, azzal a feltett szándékkal, hogy az egyetemi felvételig eljutok. A röplabda csapat helyettesítette azt a családi bázist, azt az érzelmi hátteret, amire azért mindenkinek szüksége van. Látszik, hogy nem vagyok kibékülve a külsőmmel, minden évben teljesen más frizura, elég leleplező. Na most jönnek olyan affektált képek, amiket Nemes Nagy Ágnes a saját fiatalkorából eltüntetett, de hát én nem tüntettem el, nagyon szép akartam lenni. Meghökkent, szép. Hát az udvarlókról is mindig bekerültek a képek. És aztán hát ezzel a lánykorom be is fejeződött, ezek az esküvői képek Domokos Mátyással. Amikor a kiadóhoz kerültem, elcsüggesztett a nagyon jó irodalom is, és a nagyon rossz, sőt a közepes is. És nagyon jól tudtam, hogy ha közepeset vagy gyengét produkálok, abból is lehet könyv, és meghúzódhatom valahol a pálya szélén, de ehhez semmi kedvem nem volt. Emiatt 5 évig tartottam íróasztalban a novelláimat, amíg nagyjából megbizonyosodtam róla, hogy világ elé állhatok velük. Ez egy nagy iskola volt egyetem, a számomra sokkal többet tanultam, mint az egyetemen. És ott nyíltan folyt mindenféle beszélgetés a szobákban. Nem is nagyon aggódott senki a besugók miatt, holott pontosan tudtuk, hogy mindenhová, a főigazgatóságra külön, a pártközpontnak külön, a rendőrségnek külön, nyilván van besugója, és hát az Illés Endrének is lehettek besugói. De valahogy ezeket az embereket, Juhász Ferencet, Részpált, Domokos Mátyást nem érdekelte. Nagy Laci nagyon sokat bejárt, Jékeli Zsoli, Kormos István rengeteget volt ott. Akkor hát az egy épületben voltunk az Európa Könyvkiadóval, onnan járt föl Vas István, és oda járt le Domokos Mátyás sakkozni, Lator László, ő állandó beszélgető partner volt, és senkit láthatólag nem érdekelt akkor már, hogy fülek vesznek körül, figyelmes fülek vesznek körül bennünket. És én is arra jutottam, hogy ha mindaz, amit az ember gondol, nem tűrhető, nem a rendszer számára, akkor hát úgyse lehetnék lektor. És akkor nem is akarok lektor lenni, másból is meg lehet élni, de egyszerűen az életet nem lehet úgy leírni, hogy az ember ne azt gondolja, amit gondol. Emlékezetes szilveszter, most véletlenül megtaláltam a Németh László névnál, ahol Bíbó, Gombos Kati, Keresztúri, az Ínyes házaspár, Borsosék, Juhász Ferencék, a Dériné, itt is Bíbó ott volt, ahol szó volt arról, hogy hát mikor is írta ugye az egy mondat a zsarnokságról, Ilyes, és akkor Ilyes rámutatott a Bíbóra, hogy hát a Pista tanúsíthatja, mert megmutattam neki. És akkor kérdezték, hogy na és mit szólt hozzá? És azt mondta az Ilyes, hát azt mondta rá, hogy hosszú. Na most hát mit a gadás?
Ella nénivel az élen, éjfélkor az első dolguk volt fölhívni Acél Györgyöt. Bizony. Mi a Domokos Mátyással együtt nagyon sok olyan társaságban voltunk jelen. Hát egyrészt a német Ellánál, Németh László özvegyénél gyülekező, esténként gyülekező társaság, ahol a hitelfolyóirat eltervezése folyt, ahol a Bethlen Alapítványnak a megalkotása történt. Hát itt rendszeresen ott voltunk, biztos, hogy a rólunk is, hogy a nevünk is szerepel legalábbis ezeken az anyagokon, és ezekből nem kaptunk. A másik vonal meg a demokratikus ellenzékkel való kapcsolatunk volt, mert a kiadóban nagyon jól összebarátkoztunk Kőszeg Ferenccel, Sebes Katalinnal, Pető Iván, akkor még feleségével. Pető Ivánék vigyáztak a gyerekeinkre, amikor 79-ben Londonba és Párizsba utaztunk. Tehát tényleg szoros kapcsolat volt ezzel a körrel. Mátyás a Bibó emlékkönyvbe is írt. Tehát olyan pontokon voltunk ott jelen, amikről biztos, hogy rengeteg anyag született, és hát mások meg is kapták, és a mieink meg érthetetlen módon nem kerültek elő. Illés Endre nagyon jelentős szerepet játszott az életemben, mert mint főnök nagyon ellenséges, és azt kell mondanom, hogy kegyetlen volt velem szemben. Valamiképp azt hiszem, hogy az ő drámaírói fantáziájában én voltam a szemtelen fiatal, akinek le kell törni a szarvát. És a havi norma 80 szerzői ív volt, az nagyon sok. És egy szerzői ív az 40 ezer leütés most. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy hát iszonyú mennyiség volt, és nem mindig tudtam ezt teljesíteni, úgyhogy ez volt a háborúság fő oka. Azt is lehetett látni, hogy tudni, hogy Illés Endrének jó véleménye van a lektori képességeimről. Tehát nagyon-nagyon sokat adott a lektori véleményeimre. Sok mindent azért adott ki, mert én javasoltam. Erről csak Domokos Mátyás tudott. Hát ez 1970, amikor az első novellámat megírtam, olyan körülmények között, hogy megszületett a második fiam, és még ővele semmi dolog nem volt, feküdt a járókában, a nagyobbik gyereket meg a Mátyás elvitte Makóra a szüleihez, és volt egy pár nap, amikor semmit se kellett csinálni. És mire Mátyás hazajött, kész volt a novella, Opus 0,1 címet adtam neki, és aztán ez szerepelt is az első kötetben. És ő meglepődött, mert hát ennek semmi előzménye nem volt, a szándék sem merült fel soha, és hát becsületére legyen mondva, hogy elismerte, hogy ez egy jó novella, ráadásul abból a fajtából, amit ő szeret. Én azt hiszem, hogy nem tudtam volna vállalni az írásnak a kockázatát, hogyha nem bízhattam volna abban, hogy van valami terület, ahol kétségtelenül fontos vagyok. Nem vagyok elég ok az íráshoz magamnak. Nem szerettem volna az akkor már megszerzett kritikusi hitelemet azzal rontani, hogy erről állok gyengécske novellákkal. De aztán kíváncsi lehettem, hogy több szereplőt is tudok-e mozgatni, megszólaltatni, megírtam a második novellát, és így tovább, és így tovább. Eltelt 5 év, és senki más nem tudott ezekről a novellákról, csak Mátyás, aki közben azért
egy kicsit már kevésbé lelkes volt ettől, hogy én novellákat kalálok elő időnként, mert hát a novellákból azért kiderült, hogy nem vagyok az a falvédőnő szereplő, tűzről pattant menyecske, boldog asszonyka, akivel minden rendben van, és ő ezzel is nehezen szembesült. Amikor rászántam magam a publikálásra, akkor abban meg szinte túlzottan is buzgó volt, mert nyugodtan elküldtem volna én a szerkesztőségekbe is a szerkesztőknek az írásaimat, és de ő ragaszkodott hozzá, hogy ő vigye el, és ő beszéljen a szerkesztőkkel. A magvetőt választottam, hogy ezt a látszatot, hogy én előnyöket használok föl, ezt elkerüljem, de a magvetőtől visszautasították a kéziratot. És az is szerencsém volt, hogy már nem bírtam a sértett hiúságommal, és megmondtam Illés Endrének, hogy a magvetőnek beadtam egy novellás kötetet. És hát neki is odaadtam, kvázi olvasásra már csak. Azt mondta, hogy az én írásaim kelleni fognak az íróknak és az olvasóknak, de nem fognak kelleni az irodalmároknak. Úgyhogy ilyen értelemben ne számítsak kedvező fogadtatásra, mert a kritika, ez az irodalmár réteg, ez nem fog tudni ezzel mit kezdeni, ezek olyan jellegűek. Ő el tudja képzelni, hogy a magvetőtől vissza fogom kapni a kéziratot, de akkor abban az esetben tudjam, hogy van egy könyvkiadói igazgató, aki boldogan kiadja ezeket a novellákat. És hát akkor ez történt, és utána még két könyvem jelent meg a Szépirodalminál, és csak a negyedik könyvvel fordultam már a magvetőhöz. A dolgok elévülésének és elérvénytelen a folyamatában nem tudtam sohasem beletörődni. Sem ami az emberi történéseket illeti, szerelmeket, meg egyszerűen csak történéseket, hogy azok egy idővel azután, hogy megtörténtek, nincsenek, nem számítanak, erőfeszítések, rossz származás, az később nem számít. Nem számít, hogy az ember tehetséges volt, hogyha nem lett belőle senki. Nem számít, hogy fiatal volt, amikor már csúnya öreg. És ez nagyon nehéz elviselni, hogy az ember nem tudja magán viselni a sorsát, mindig csak valami, ami látszik belőle. Ez az elérvénytelenedés folyamata, ez éppen azt hiszem, hogy ezekben az években jól lehet látni, hogy a világban, a történelemben és a társadalomban ugyanilyen éles. A beavatást azért Magyarországon szerelmi háromszög történetnek olvasták, és én persze nem annak írtam. Itt is viszont szerencsém, hogy igazoltak a határon kívülről érkező vélemények, mert Éva Haldimann a Neue Zürcher Zeitungban, Bori Imre és Határ Győző vették észre azt ebben a kisregényben, hogy hát olyasmiről szól, ami nekik természetes élmény, és Magyarországon meg nem hajlandók az emberek szembenézni vele. Hát arról szól, hogy a nyugati világ az magasról tesz, ami bajainkra, tragédiánkra, történelmünkre, jelenünkre, orosz megszállásra, semmi. Nekünk kiosztották a legvidámabb barak szerepét, és nincs mire számítanunk. És ez történelmi analógiákban emlegetik föl a kisregény szereplői, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy a helyzetre, a jelen, az akkori helyzetre utal.
És még egy olyan mozzanat volt. Hát ugye a mi önsajnálatunk az rendkívül káros, és semmire se vezet. Ez a mitosz, amit építgetünk magunkban, ez egy nagyon kényelmes és nagyon önpusztító állapot. Ez a 80-as évek végén Köln, Bonn, Bielefeld, Münster körúton Galgóczi Erzsébettel, mint női küldöttség előfordult, hogy külön megjelentek a feministák. És miután fölmerült olyan kérdés, hogy hát a nők helyzete Magyarországon, illetve nőírónak lenni Magyarországon, az Erzsi erre szívesen válaszolta azt, hogy neki csak haszna volt abból, hogy nő, mert amikor küldöttség ment valahová, akkor mindig kellett benne lenni egy nőnek is, és akkor őt küldték. Hát én nekem azért nem volt ennyire csak harmonikus élményem az, hogy nőként vagyok író, de általában az az igazság, hogy egy külön tabellán jegyzik a nőírókat, mint a sportban pedig, hát ez itt nem teljesen indokolt. De hát azt is mondtam, hogy ennek ellenére Magyarországon nincs igazi táptalaja a nőmozgalmaknak, a feminizmusnak, mert hogy Magyarországon, és úgy gondolom, hogy a szocialista táborban egész mindenütt a társadalom nem úgy oszlik meg, hogy nők és férfiak, hanem a hatalom és a társadalom között. És ez nagyon nem tetszett a feministáknak, úgyhogy tüntetően kivonultak. Hiszen ezek az elrakott epizódok, ezek az apró kincsek az életből, hát ezek mind itt felhasználásra kerültek, és ezeket nem a fantázia termeltek ki, hanem emlékek, valóságos emlékek. Amikor először olvastam a Budát, akkor bosszantott az irodalomnak ez a teoretikussága, és pozitív elfogultsággal kezdtem el olvasni, mert akkor már tudtam, hogy nem tekintik regénynek, mert strukturális bajokat látnak benne, és egyáltalán nem tekintik szerves műnek. Tényleg László azóta legenda lett, de hát úgy indult, mint egy vonalas kritikus, és itt az iskola határonról is arra lukadt ki, hogy hát bár az Ottlik azért már egy kicsit elszakadt a polgárságtól, de még nem eléggé szocialista. Azt írja, hogy Ottlik a mondatainak a fegyelmével és pontosságával írja le a káoszt, ami az embert körülveszi, és ez az a pontosság, ami megmenti a káosztól. Úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy még későbbi kritikusokhoz, jó kritikusokhoz képest is, megítélésem szerint jobban értette Ottliknak a lényegét, csak hát ott volt a marxizmus a végén. Ahányszor előveszem, és jó néhányszor előveszem, alig bírom letenni. Ott minden egyes mozzanatban olyan okosság, olyan emberismeret, olyan távolságtartás, hát amit ugye divatos szóval önreflexiónak neveznek, ez írtó jó társaság. Egyszerűen olyannak ajánlom, akinek nincs barátja. Azt a fajta irodalmat kerestem sokáig, vagy hát méltányoltam legjobban, ami racionális volt, tehát ilyen karteziánus szellemiségű. Engem mérhetetlenül feldúlt, zavart a szürrealizmus.
hát mondjuk a lirában nem, az más, de az a fajta szemlélet, amelyik nem törekszik a megértésre és az átvilágításra, hanem belevész abba a homályba, ami az álmok világa. És ez nem azt jelenti, hogy nem szerettem a mesét, vagy nem szerettem a parabolát, vagy hát mint a Huxley-nál, hogy nem szerettem a vitriolos gúnyt, az elemelést a valóságos dimenzióktól. Ezt is tudtam szeretni, de az a ragaszkodás, hogy valamiképpen kiukadjak valamire, valamilyen megismerésre, a megismerés igénye, az nagyon erős volt benne. Ez nemzedéki probléma is volt, mert például olyan nagy találkozások, mint amire a legbüszkébb is lehetek valamikori lektorként, a Hajnóczi Péterrel való kapcsolatom, az hát egy nagy provokáció volt. Mert az ő világa, az merőben különbözött az én rendre és megismerésre törekvő világomtól. Az külső körülmények is abszolút ellentétesek voltak, hiszen én még akkor 75-ben került a kezembe a kézirata, osztották rám pontosabban, és akkor még hát egy 5 és 7 éves kisfiúnak az állandóan gondokkal küzdködő mamája voltam, és egy rendes háziasszony, szóval teljesen a falvidőről jöttem le. És hát a Hajnóczi meg eleve kazánfűtőként, de hát nem, ez volt a kisebbik eltérés, a nagyobbik eltérés az ivás és a drogozás volt. A nagy tehetségével úgy szóval rám zuhant felelő, őt akkor már a kéziratát visszaadta a Magvető. Aztán minden könyvét én szerkesztettem később, de ez még a Fűtő volt, és megmutatta ezt a levelet, visszaküldő levelet, amit Kardos György írt alá, ahol szabályosan lefasisztázzák. Fasiszta indulatokkal gyanúsították Hajnócit. Amikor elolvastam a kéziratot, akkor átmentem a főszerkesztőnőhöz, és azt mondtam neki, hogy ez az első kézirat, amióta lektor vagyok, amiért a véremet adom. Ennek meg kell jelenni. És akkor ő azt mondta, hogy jó van, fiam, majd megoldjuk. És ilyen ügyeskedéssel, hogy a kiadói főigazgatóság figyelmét eltereljük, azért még a kiadó pártitkárának adtuk oda kontroll szerkesztésre a kéziratot, és így jelenhetett meg. Az én számomra ez az út teljesen zárva volt. Én a továbbérésnek az esélyeit kerestem, módozatait. Hát nem is kereshettem más, mert egy nő és egy anya, hát ez nem tehet mást, mint hogy a kompromisszumot keresi. Most nem a politikai kompromisszumra gondolok, hanem a sorssal való kompromisszumra. Reagálnom kellett arra a tapasztalatra, ami a rendszerváltozással nagyon sokunk életében, szinte azt mondhatnám, hogy az egész magyar értelmiség életében bekövetkezett. Egy fiktív levél formájában reagáltam, M. Eklaba, amerikai szociológusnőnek írott fiktív levélben. Ő ugyanis
hát elsőként szinte a nyugati világban fölismerte azt, hogy a kelet-európai rendszerváltozások nagyon nagy erkölcsi válságot okoztak azért, mert a szovjet rendszer bűneivel semmiféle elszámolás, sem erkölcsi, sem szellemi, sem egyéb elszámolás nem történt. Így ennek az értelmiségnek, ennek a kelet-európai értelmiségnek és a mi magyar értelmiségünknek az az erkölcsi érdeme, hogy 40 éven át képviselt egy tartást, egy politikai ideált, az ebben a pragmatista világban teljességgel elértéktelenedett. Kertész Imre is visszakapta a kéziratát a magvetőtől egy olyan levélben, amit a kudarcban hát közül is. Hogy sajnálatos, hogy egy üldözött az üldözések hatására antiszemitává válik. És a Részpali nem akarta vállalni a kézirat olvasását, nem akart ilyen kínos helyzetbe kerülni. Ezért én kaptam olvasásra, és azt mondhatom, hogy nagyon mélyen megrázott bizonyos szempontból, még mélyebben, mint a Hajnóci. Mert azt a felismerést segítette elő, ami akkor már úgy motoszkált az emberben, a sok zsidó vagy zsidó származású baráttól körülvéve, hogy hát itt nincs semmi lezárva, hogy ezzel ezt a dolgot, ezt a történetet nem lehetett túlélni. A közgondolkodás szempontjából tulajdonképpen történelmi szempontból nagyon fontosnak éreztem. Az a mondat, amit a fiú mond az újságírónak, amikor hazatér, és az újságíró kérdezi, hogy és mit érez most, és a fiú kimondja azt, hogy gyűlöletet. Ezt egy nagyon felszabadító, nagyon erős mondatnak éreztem. És hát azért nem, ebben az esetben azért kértem, hogy ne én szerkesszem, abszolút egy lelkes jelentést írtam róla, de nem, hogy ne én szerkesszem, mert rögtön láttam, hogy én erről a magyar nemzetbeli sorozatomban írni akarok, és ott összeférhetetlenség lett volna, ha én szerkesztem. Tehát más szerkesztette. De végig a Kertész Imrével én tartottam a kapcsolatot, és ebből egy elég fontos barátság lett több évre, és már én akkor olvastam ezeket a naplókat, amiket aztán a 90-es években kiadott, és a kudarc időszakát így barátként éltem át, és megdöbbenve, mert ez kiderült, hogy a sorstalanság megjelenése, ami hát akkor egy nagy fegyverténynek számított, őt kétségbeesésben döntötte, mert hogy annyira nem történt semmi. Igazán jó barátok voltunk, és egy-két év múlva a Kertész Imre már ott tartott, hogy meg se ismert. És akkor a Nobel-díj kapcsán, hát itt több újságíró keresett engem, de én nem álltam szóba senkivel, mert hát akkor már én nem tudtam volna a Nobel-díjhoz illő örömmel beszélni erről az egész dologról, akkor már megvoltak a Kertész Imrének a németeknek, külön a németeknek szánt nyilatkozatai, könyvei, leírásai, hogy becsomagolva áll a bőröngyeit, és hát ezeket én nem akartam volna minősíteni
de elhallgatni se volt kedvem. Amikor a sorstalanság megjelent 75 vagy 76-ban, akkor azok ugyanazok, akik most zászlójukra tűzték, ugyanazok nem is vették írószámba. Jött egy új paradigma, egy új divat, ami özönlötte az irodalmi tudatot, és ebben én nem szám, az a klasszikus modernség, az a késő nyugatos novelisztika, amit én csináltam, az nem fért már bele. És ez elkedvetlenített íróként, semmilyen visszhangot nem kaptam, és az igazságtalanság is elkedvetlenített, mert ebbe a úgynevezett posztmodern kurzusba olyan írók is kezdtek beletartozni baráti alapon, akik a formanyelvüket tekintve semmiben nem különböztek attól, amit én hoztam létre. És hát ez az az időszak, amikor megkezdődik, ami máig tart, hogy az irodalom elmélet, az irodalmi dogma fölé nő az irodalomnak. És megmondják, hogy ki az író, és nem a közönség, vagy nem a szakma, az írói közösség választja ki az elismert műveket. Na most ez egy ilyen szakmai törés volt, de a másik bajom az hát természetesen magánéleti volt. A Domokos Mátyással való házasságom azokban az években már nagyon nehézé vált, miközben őt változatlanul tiszteltem, és felelősséget éreztem érte, egy nagyon tehetséges, idős, beteg ember, akit nem lehetett ott hagyni. Viszont engem ez a helyzet már folytogatott, és ebben az időben volt az is, hogy átmentem a Magvető kiadóhoz, hogy legalább munkahelyen együtt legyünk, hiszen egész odáig a Szépirodalmi kiadónál együtt is dolgoztunk. Szintén így májusban gyönyörű szép volt minden, és hát beleszerettem a helybe, Klastrompusztába, és akkor egy ilyen egyszemélyes alkotóháznak is gondoltam, meg hát mondom, ez az első, mondjuk úgy, hogy szökési kísérlet volt a korábbi életemből, amire aztán végül 2 év múlva sor is került, amikor elköltöztem külön lakásba, mert kiderült, hogy ezt a helyet a család nagyon szerette, és hát itt aztán mindent lehetett csak elbújni, nem? Nincs autóm, és kénytelen vagyok gyalogolni. Az erdő csodálatos, nincs két egyforma út. Mindig ugyanaz, minden követ ismerek már az úton, és minden farönköt, és mégis azt mondom, hogy minden alkalommal más. És arra nagyon jók ezek a gyaloglások, hogy az ember az indulatait kifüstölgi. Eleinte még hangosan kiabáltam is, hogy akkor se megyem, akkor se megyem. És hát végig mondtam magamban az érveimet is, és az eszéim egy része így született, hogy a vitákat lefolytattam a 7,5 kilométer alatt. Miközben cipeltem a hátizsákban mondjuk a fűnyíró motorját is, mert hát itt nincs bolt, mint mondtam, és mindent hozni kell. Szent Özséb nagyon jó helyen jelölte ki a kolostor helyét, mert valahogy jó itt lenni. Hagyomány szerint itt volt, ez Gertrudisnak egy vadászkastélya, és itt ölték meg.
Nincs pénz az ásatásra. Önvallásos? Nem. Nagy meglepetésemre a fiaim vallásosak lettek. Noha semmilyen vallásos nevelést nem kaptak, sőt, megkeresztelve se lettek, mert én úgy éreztem, hogy a részemről ez nem lenne őszinte. 57. február 1-ére egy sztrájkot hirdetünk, hogy beszüntették a hitoktatást az iskolákban. Én a Zugló középiskoláit, környező középiskoláit körbeszaladtam a toborzással, és másnap valóban nem mentek be a gyerekek az iskolákban. Nem tudom, még azt hiszem, hogy még istenkeresőnek sem mondhatom magamat, annak ellenére, hogy ha végig gondolom az életemet, akkor mindig rájövök arra, hogy valamiképpen a keresztény etika vezetett minden lépésemben. Én azt hiszem, hogy az életnek a transzcendenciáját, az, hogy az élet valamire való, az ember valamire született, azt én Isten nélkül élem át.